CAF-ot 1985-ben alapították. A Kecskeméti Film Stúdió, akkor még nem filmstúdió volt, csak a Pannonia Film vállalatnak, filmstúdiónak volt a helyi műterme, amit 71-ben, tehát már több mint 40 évvel ezelőtt hoztak létre, és akkor ez a fesztivál, mint a magyar animációnak egyfajta seregszemléje indult el, már korábban is nagyon sokszor volt vetítés magyar animációval, hiszen akkor egy nagyon-nagyon nagy filmgyártás volt itt Magyarországon, de az, hogy ez egy versenyfesztivál legyen, ez 85-ben indult. Aztán a 90-es évekre ez kinőtte magát, és akkor már egy nemzetközi szemle lett európai versenyprogrammal. Ezt idén 8-szorra rendezzük meg, 8. alkalommal és 11. alkalommal a magyar versenyprogramot. Megemlékezünk azokról az animációs filmrendezőkről, akik elhunytak az elmúlt években. Úgyhogy olyan fontos alkotókat is megemlékezünk, olyan fontos alkotókról, mint Foki Ottóról, Varga Csabáról, Vajda Béláról, Hernádi Tiborról. Nekik lesznek emlékvetítéseik, ők tényleg kiemelkedő alakjai voltak a magyar animációs filmtörténetnek. Ami még különleges retrospektív program, az, hogy idén 101 évvel ezelőtt született a magyar animáció atya Macskási Gyula és John Halasz. Ők egy időben, 1912-ben születtek. Nekik volt és lesz még emlékvetítésük, ami azért érdekes, mert hogy a 30-as években ők együtt indultak, együtt teremtették meg gyakorlatilag a magyar animációs filmgyártást. John Halasz Angliába emigrált, és egy olyan vetítésen mutattuk be az ő filmjeiket, hogy párhuzamosan a Vasfüggönyön innen és túl hogyan alakult az ő és a magyar, illetve az angol animációs film története. Mi kiállításokat is szervezünk, igen, nagyon sok rajzfilmkészítő más művészeti ággal is foglalkozik. Czakó Ferencnek éppen ebben a pillanatban nyílik egy kiállítása itt a Kerámia Stúdióban. Vannak is minitárlataink filmvázatokból, filmtervekből, az egyik egy betiltott magyar filmterv, a Tihanyi Rege, aminek Mészén Miklós írta a forgatókönyvét még 52-ben, és Macskási Gyula stábja készítette a látványtervet. Itt van egy Cannes Aranypálma díjas filmnek a látványtervei, a Moto Perpetuo-nak. Holnap nyílik Horváth Mária rajzfilmrendezőnek a kiállítása báb figurákból, báb tervekből. Őt onnan lehet ismerni, hogy a magyar népmeséknek az egyik rendezője, a magyar népmesék sorozatnak. Nagyon sok nevezésünk volt idén, 300 film, ami biztos, hogy azért van, mert habár a filmgyártás nem szárnyal, de az animációs filmkészítés az már egy annyira elterjedt műfaj lett, hogy otthon is gyakorlatilag bárki csinálhat filmet egy egyszerűbb szoftver segítségével. Nagyon sok diákfilm, nagyon sok első film van ezért a programban, akik most kezdenek el ezzel a műfajjal, ezzel a technikával dolgozni. Az európai program meg szintén nem akarok kiemelni filmeket, mert nagyon sok film van, amit vetítünk, mindegyiknek van erőssége, nem csak erőssége, hanem nagyon sok díj van mögöttük már, és fesztivál szereplés külföldön, Franciaországból, Németországból, Lengyelországból érkeztek filmek, és van egy magyar film is, amit már gondolom sokan ismernek, az Ember tragédiája.